És akkor én át is sétálok ide. Ó, nem csak vendégek. Gyere, itt vár már, Pityu. Nem csak ember vendégek társaságában, hanem kutyus vendégek. Horgas Eszter, Fuvalaművész Szabó Andrea, önkéntes munkatárs és Óvári András a vigyélhaza.hu alapítója, illetve Pityu, akivel mi közös teán vagyunk már, mert ugye kiszolgálta magát az enyémből, és nagyon barátságosan fogadott, igen, aki címlapsztár egyébként, Pityu. Nem mellesleg Hegyi Barbara és Zorán is ott van mellette. Egy naptárnak a címlapjáról beszélünk. Ugye hogyan tud a Vigyél Haza Alapítvány ennek a naptárnak a segítségével jót tenni a kutyákkal, illetve segíteni a kutyáknak? Ez már negyedik éve, hogy évről évre kiadunk egy naptárat. Gyakorlatilag ez az alapítványnak a legfőbb bevételi forrása, hiszen a naptár bevétele az az illatosúti kutyák gyógyítása, örökbefogadási esélyének növelésére fordítjuk. Úgyhogy minden évben felkérünk közismert embereket, művészeket. Eszter már harmadik éve segíti a munkánkat, ahol bemutatjuk, hogy azok a kutyák, hiszen ezek a kutyák mind illatosúti gazdára váró, vagy a közelmúltban örökbeadott kutyák, hogy ezek szépek, szerethetőek ugyanúgy, mint hasonló társai. Ki lehet ezt bírni, hogy ilyenkor ne vidd magaddal a fotópartneredet? Nagyon nehéz, mert mind a három alkalommal fantasztikus, édes és helyes kutyikat kaptam, és mindegyikim lóg a falomon vagy az iskolában, ahol tanítok. Nagyon szerethető édes kutyák, de nekem van egy saját kutyám, úgyhogy ő meg nem nagyon tűr más kutyát. Sőt, meg, úgyhogy saját lányod is. Erős visszatartó. Itt van Eszter egyébként, akivel te fotózkodtál, ő is még elvihető? Igen. Ő még gazdára vár az Illatos úton. Pityu pedig nálunk van, és szintén gazdára vár már az alapítványunk gondozásában. Hány kutyus van jelenleg az Illatos úti menhelyen, telepen? Hát sajnos most 140 kutya az, akik az Illatos úton vannak. Ugye a befogadó képesség az ugye 90, tehát elég nagy telítettséggel működik folyamatosan az Illatos úti ebtelep. És éves szinten hány kutya fordul meg ott? Több mint 3000 kutya kerül oda. És érdekes, hogy és szomorú dolog, ennek a kétharmadát a gazdájuk adja le. És ehhez képest önök mennyinek tudnak gazdát találni? Hát mi évente legfeljebb 100 kutyát tudunk örökbefogadó napokkal, illetve közvetlenül gazdához segíteni. Illetve azokat a sérült kutyákat gyógyítjuk, akiknek utána nagyobb esélyük lesz így, hogy gazdához kerüljenek. Mert hogy Pityu is sérülten került önökhöz, ugye? Igen. Hát az Illatos úton nincs arra lehetőség, hogy műtétet, komolyabb orvosi beavatkozásokat végezzenek, ezért azt mi állatorvoshoz visszük, szakállatorvoshoz visszük, és utána már nálunk gyógyulnak. Egyébként ugye most közeleg a karácsony, az ünnepekre jó ötlet akár kutyust ajándékozni? Hát én semmiképp se ajánlanám ezt. A kutya választás az egy nagyon felelősségteljes döntés, ez egy életre szól. Úgyhogy én mindenképpen, hogyha valaki a családban úgy gondolja, hogy karácsony a megfelelő idő, hogy kutyát válasszanak, akkor azt közösen döntsék el, menjenek el együtt, válasszák ki, nézzék meg, hogy a körülmények alkalmasak arra, hogy olyan kutyát válasszanak, aminek a tartása megfelelő. Ne, hirtelen felindulásból ne fogadjon örökbe senki kutyát. Viszont ha mégis felelősen kutyát szeretne, akkor én arra biztatok mindenkit, hogy ne vásároljon, hanem jöjjön ki akár az Illatos úti ebrendészetre, akár más menhelyekre, és válasszon olyan kutyát, akinek a legnagyobb szüksége van a segítségre. Milyenek, hogyan viselkednek aztán ezek az örökbefogadható kutyák? Hogyan illeszkednek be a családba? Miért jobb kutyát örökbefogadni, mint vásárolni? Hát általában azért úgy elmondható, hogy az örökbefogadott kutyák sokkal ragaszkodóbbak. Tehát nagyon sok embertől hallottam, akik ugye örökbefogadtak kutyát, hogy olyan, mintha ezek a kutyusok tudnák, hogy nekik van vesztenivalójuk, hogyha nem ragaszkodnak ahhoz a gazdához. És pontosan ezért sokkal jobban látszik akár a szemükön is, hogy nagyon oda vannak a gazdájukért, és állandóan a nyomukban vannak gyakorlatilag. És akik hozzátok mennek, hogy kutyát vigyenek haza, rájuk mi a jellemző? Tehát milyen fajta kutyákat szeretnek inkább? Vagy én mindig arra gondolok, hogy biztos az van az emberekben, akik odafordulnak, hogy egy picit szeretnének, akit már ugye kicsikorától kezdve otthon gondozhatnak, akivel foglalkozhatnak. Ez a jellemző egyébként? Hát igen, én úgy tudom, hogy a kölyök kutyák azok sokkal kelendőbbek, illetve a kistestűek az,
azok, akik inkább. Sajnos a nagy fekete kutyákat nem annyira preferálják. Szerencsére egyre több olyan ember van, aki kimondottan úgy választ kutyát, hogy akinek a legnagyobb szüksége van rá. Szóval vannak olyan emberek, azok a kutyák adhatóak nehezen örökbe, akik viselkedés zavarosak, vagy nehezebben kiismerhetőek. Háromlábú kutyát is örökbe adtunk. Tehát tényleg, ha az kedves, helyes, ragaszkodó, kezelhető, akkor nincs olyan kutya, akit ne lehetne örökbe adni. Egy dolog, egy kutya fajta, ami nálunk nincs, nálunk fajta, tiszta kutyák nem nagyon vannak, hiszen úgy gondoljuk, hogy nem nekik van a legnagyobb szükségük általában a mi segítségünkre, hiszen ő könnyebben gazdához talál. Egyébként egyik kollégánk Borsa Miki, a híradós, ő is most hozott el, úgy tudom, a telepről egy kutyust, úgyhogy ő is most már boldog kutyus tulajdonos. Te mi szerint választottál kutyát, Eszter? Hát nálunk bennem nagyon nagy ellenállás volt eleinte, úgyhogy azért így hevesen bólogattam, amikor az András mondta ezt, hogy tényleg nagyon-nagyon meg kell gondolni, és ez egy, szerintem egy közös családi ügye. Én is rengeteget koncertezem, keveset vagyok itthon, tehát az, hogy egy kutya, az tényleg olyan, mint egy családtag, tehát ugyanannyi gond van vele, etetni kell, orvoshoz vinni, sétáltatni, együtt élni vele, igényli a játékot. Hát nálunk az volt, hogy a gyerekek ugye borzasztóan szerettek volna, és akkor egyszer csak megtörtem, és ismeretségen keresztül mentünk el egy helyre, ahol árultak, sajnos akkor én még erről nem tudtam, úgyhogy a mi kutyánk egy kicsi fehér havanyéze, nekünk is kistestű, egyébként ez is nyilván azért van, mert könnyebb egy kicsi játékos kutyával bánni. Tehát a nagyobb testű kutyák már nyilván még nagyobb fegyelmet igényelnek. Tehát András ugye említette, hogy harmadik éve szerepelsz már a naptárunkban, hogy miért érezted fontosnak, hogy csatlakozz valamilyen módon az alapítani? Pontosan egyrészt nagyon szeretem a kutyákat, másrészt meg nagyon szeretem azokat, tehát nagyon erős bennem azt hiszem a szociális érzék, tehát azt gondolom, hogyha valaki segítségre szorul, legyen az egyébként kutya vagy ember, akkor nekem ott a helyem, tehát hogyha tudok segíteni. És hát most már harmadszorra már ez teljesen rutinszerűen ment, úgyhogy az András felhívott is, és természetes, hogy igen. Megpróbálunk egy kicsit más csinálni. Volt olyan év, amikor ellentéteket próbáltunk összetenni a naptárra, hogy azt mutassuk meg, hogy az ellentétes karaktereket összeköti a kutya szeretete. Most olyanokat raktunk össze, akik egymásra számíthatnak. Például az Esztert egyik kiváló tanítványával, vannak házaspárok, vannak szülők, gyerekek. Általában a képen, mindegyik képen van kötődés a Egyébként is nagyon sok akciója van az alapítványnak, hiszen például a gyereknapon is találkoztunk, és akkor meg lehetett sétáltatni, ki lehetett próbálni, milyen a kutya sétáltatás, és hogyha valaki nagyon beleszeretett, akkor persze megint adott van volt a lehetőség, hogy örökbe fogadjon. Igen, már állandó. Mivel próbálkoznak még? Igen. Ez a sétáltató nap, ezt azért találtuk ki, hogy kihozzuk a kutyákat, megmutassuk, hogy ezek is szerethetőek, hiszen sokan úgy gondolják, hogy nem bírnának elmenni egy menhelyre, vagy az Illatos úti ebrendészetre, hogy az egy szörnyű hely biztosan, és kihozzuk a kutyákat, és megmutatjuk, hogy ezek is szerethetőek, és így könnyebben barátkoznak velük. Van olyan is, hogy a szülők azért hozták ki a gyerekeiket, hogy tartanak a kutyától, és hogy próbálják őket közelíteni, barátkozni. Szerintem borzasztóan sokat tud fejlődni egy gyerek. Én otthon is láttam ezt. Tehát az, hogy megtanulja azt, hogy mi az, hogy gondoskodni egy állatról, hogy együtt érezni vele, hogy odafigyelni a másikra. Tehát akik úgy döntenek, az meg borzasztóan jó dolog, mert szerintem nagyon-nagyon-nagyon sokat tud a gyerekek fejlődni. Pityura. Igen. Pityu. Milyen kutya ez a Pityu? Kíváncsiak vagyunk Pityura, aki elvihető, ugye ezt említettük igen. Már korábban is. Róla igen. Mit érdemes tudni? Hát Pityu ugye egy erősen keverék kutya. Árokparti szerelem gyümölcse. Az alapítványom nyáron hozta ki az Illatos útról, ugye, ahogy már András említette, egy másfő láb törése volt, sérülése volt. És hát ebből már sikeresen meggyógyult, úgyhogy várja a szerető gazdáját. Hát egy elég mozgékony kutyus, családszerető, emberszerető, nagyon mindenkit, akit meglát, azt borzasztóan kedvel. Ő átcsörtetett az asztalon, igen. Amikor én ide leültem, hogy ide jöjjön üdvözölni, és igen, és aztán... Hát amit még el kell róla mondani, ugye kankutya, és ebből kifolyólag más kankutyákkal viszont annyira nem jön ki. Tehát inkább olyan helyre, ahol nem. Egyedüli kutyának ajánljuk, igen. Vagy egy kislány mellé. Igen, illetve ugye lakásban lehet jó vagy bejárós kutyaként, mert ugye kistestűként, vékonyszörűként könnyen megfázik, megbetegszik így télen főleg.
Nem is tudnám elképzelni nagyon több kutya társaságában, mert tuti a ő akart figyelmet a középpontban. Na jó, hát kívánjuk Pityúnak is, és a többieknek is, hogy minél hamarabb szerető gazdira találjanak. Még egy dolog van, ami, ahogy szintén segíthetnek az emberek karácsony előtt, úgyhogy úgy vesznek ajándékot, hogy azzal másoknak is segítenek. A Vastag Tamásnak a CD-jét adta ki az egyik állati áruház, azzal, hogy minden CD bevételéből 200 forinttal szintén az illatos úti kutyák örökbeadását segítik az alapítványunkon keresztül, és hogy mindenkit bátorítok rá, aki arra jár, és szereti a könnyű zenét, akkor az igazi táj című CD-t keresse a boltokban. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen.